Marosi Ádám számos szép sikert ért el hosszú karrierje során. A BHS 5 tusázója olimpiai bronzérme és 5 VB győzelme mellett 6 Európa-bajnoki címet is bezsebelt az elmúlt években. Az idei Székesfehérváron megrendezett Európa-bajnokságon további 2 ezüstérmet tett hozzá ehhez a gazdag kollekcióhoz. Megkértük tehát, hogy meséljen a kezdetekről és ossza meg gondolatait kedvenc sportágával kapcsolatban. 7 éves koromtól 14 éves koromig úsztam Plagányi Zsoltnál, és tulajdonképpen ilyen kisebb kétusa versenyeken elkezdtem versenyezni, és ott sokkal több volt a sikerélményem, mint Szimprán medencében. És hát most ez 2018. szeptember 1-én, 20 éve, hogy betettem ide a lábamat a Budapesti Honvédnak a kapuján, és hát hogyha úgy nézem, hogy tényleg 20 éve itt élem a mindennapjaimat, úgyhogy már-már másik otthonomnak tekintem. Nagyon jó egyébként a kapcsolatom mind az edzőkkel, mind pedig a más szakosztálybeli sportolókkal. Gondolok itt a tornászokra, vízilabdázókra, úszókra, atlétákra, tehát tényleg ez az egész Budapesti Honvéd olyan, mint egy hatalmas nagy család. És kimerem jelent, hogy ennélkül nem nagyon tudom elképzelni az életemet. Ha valaki azt kérdezi, miért pont öttusa, és hogy tulajdonképpen mi is az öttusa, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy változatos, embert próbáló, az életre nevel, minden egyes kínjával és szépségével, én úgy gondolom, a világ legszebb sportja. Nem az angol kisasszonyoknak találták ki, tehát ez nem egy úri sport, ahol tulajdonképpen verejték nélkül el lehet érni eredményt. Ez igenis egy nagyon-nagyon kőkemény sportág, bár minden sportág ugyanaz, hogyha valaki magas szinten csinálja, de itt azért mégis teljesen 5 különböző számra kell felkészülni. Mindező sportág üti egymást, mind testfelépítésben, mind pedig fajsúlyban, izomzatilag, tehát itt azért egy olyan jó átlagot kell nyújtani, nem csak mentálisan, hanem fizikálisan is, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki eredményes legyen. Csak a Honvéd.